Jó napot kívánok, köszöntöm a résztvevőket. Ahogy Péter elmondta, én az ártalom csökkentés hazai adatait, trendjeit fogom bemutatni. Mindazok számára, akik nem ismerik a mi munkánkat, csak egy mondatban röviden összefoglalom, hogy a Nemzeti Drogfókuszpont készíti az éves jelentést a magyarországi kábítószer helyzetről az IMCDDA-nek, az Európai Drogmonitorozó Ügynökség számára, ugye minden évben összeállítjuk ezt. Ennek az adatait legutóbbi 2013-as jelentésünkben megtalálható adatokat fogom én most prezentálni. Azon belül is három pontról, egy témakörről fogok beszélni, a parti szervizről, a tűcsere programokról és az opiás szubstitúciós kezelés adatairól. A parti szerviz, vagy ahogy mi magunk között egyszerűen hívjuk, az általam csökkentő tevékenység rekreációs szintéren, ugye Magyarországon 2013-ban 23 szolgáltató nyújtott egy végzett ilyen tevékenységet. Ebből 11 szolgáltató városi, 6 kistérségi területet fedett le. Tehát azt mondhatjuk, hogy ebből a 23-ból 17, ez főleg lokálisan helyi igényekre koncentrált. Számháborúba itt annyira nem érdemes belemenni a parti szervizekkel kapcsolatban, mert hogy ez nem egy léptetnem is kell. Tehát, hogy ez az adatgyűjtés nem a legkiépültebb adatgyűjtések közé tartozik a fókuszponton belül. Ugye a 23 szervezet a jelentései szerint 572 eseményen vett részt, és mintegy 30 ezer fiatallal lépett kapcsolatba. Itt alapvetően ásványvíz, ószerosztásról, szórólapozásról, szőlőcukor, pezsgő, tabletta, vitaminosztásról beszélhetünk. Ugye a területi lefedettséget azt ott a térképpel kívántam szemléltetni. Ami még fontos, hogy két szervezet, egy budapesti és egy pécsi szervezet tartott képzést, szórakozó helyeket üzemeltető személyek számára, ami azért szintén hozzájárult a biztonságos szórakozásnak, vagy szórakozó helyek létrejöttéhez. Tűcsere adatgyűjtés. 2013 óta gyűjtjük a tűcsere adatokat, ez az adatgyűjtés azonban 2008-ban alakult át, azóta már egy kicsit, azóta még jobbak a tűcsere adatok, eszköz- és kliensforgalmi adatokat tudok majd bemutatni, és 2010 után már a klienseknek a demográfia és a szerhasználati jellemzőit is ezen az online felületen gyűjtöttük össze. 2013-ban 29 szervezet szolgáltatott adatokat, illetve végzett tűcsere szolgáltatást. Itt is a térképen ábrázoltam azokat a városokat, ahol ez elérhető. Igen. Először a tűcsere kliens adatokat fogom bemutatni, és aztán a forgalmi adatokat. Ugye 2003 óta, ha 10 éves vagy 11 éves távlatban nézzük az eseményeket, akkor azért egy jelentős emelkedést láthatunk, mint az elért kliensek számában, mint pedig a kontaktoknak a számában. Azt mondhatjuk, hogy olyan 3-4 ezer klienssel voltak kapcsolatban a tűcsere szolgáltatók az elmúlt egy-két évben. Az utó 2013-ban 4624 főt láttak a tűcsere szolgáltatók, ez a korábbi évhez képest egy 38%-os emelkedést jelentett. Az új kliensek számában azért ennyire nem volt drasztikus a változás, ott egy 16%-os emelkedésről számolhatok be. Itt két szolgáltatót kell megemlíteni az adatok mögött, a Kékpont 8. kerületi programját és az Artéra Alapítványnak a programját, ahol nagyobb számban jelentek meg kliensek, nagyobb volt a növekedés a kliens számban. Kontaktok számában szintén egy jelentős emelkedést láthatunk. Ez az utóbbi évben 44 ezer
mintegy 44 ezer kontaktot jelent, ami a korábbi évnek tehát a korábbi évhez képest egy 54%-os emelkedést hozott. Azt lehet mondani, hogy az eszközökhöz való korlátozottabb hozzáférést a klienskörre gyakoribb megjelenéssel kompenzálta. Mit injektáltak a tűcsere programok kliensei? Ugye 2010 előtt azt lehet mondani, hogy mintegy fele-fele arányban az opiát használat, a heroin injektálás és a stimulás, hát ez akkori amfetamint jelentett. Ezek voltak a jellemzők, és aztán 2010 után az új pszichoaktív szerek megjelenésével először 2011-ben a mefedron, aztán 2012-ben a 4-metiletkatinon és az MDPV injektálása jelent meg, majd 2012-ben a pentedron vált a piacon a domináns szerre, és 2013-ban is ez a szer maradt velünk. Az intravénás szerhasználók körében nagyon megnövekedett az új pszichoaktív anyagoknak az injektálása. 2013-ban már a kliensek 3/4-e, 73%-a ugye a saját bevallások alapján valamilyen új pszichoaktív anyagot injektált. Itt már a délelőtt esett arról szó, hogy az új pszichoaktív anyagokat gyakrabban injektálják, ami fokozottabb veszélyeket jelent, a gyakoribb bevált a fecskendő és az eszközmegosztás, illetve amiről kevesebb szó esik talán, hogy az egytűnek az ismételt használata is gyakoribbá vált, ami ugye fokozottabb egészségügyi kockázatokat rejt, ugye a hepatitis, tehát a fertőző betegségek terjedése szempontjából, de így egyéb injektálási sérülések, fekélyek szempontjából is. A tűcsere programokban kiosztott, begyűjtött fecskendők számának alakulását láthatják. 2011-ig egy meredekebb emelkedés volt tapasztalható, az volt a csúcsév, mintegy 650 ezer fecskendő került kiosztásra abban az évben, és aztán egy jelentősebb csökkenés volt tapasztalható 2012-ben, mintegy 430 ezer fecskendőre csökkent a kiosztott eszközök fecskendők száma, és úgy tűnik, hogy 2013-ban is ez volt a helyzet, tehát nem változott tovább, ugyanannyi volt, mint a 2012-ben. Nem igaz ez a hozott és gyűjtött fecskendőkre. Ugye 2011-ben 470 ezer fecskendőt hoztak be a kliensek, vagy gyűjtöttek a szolgáltatók. 2012-ben ez a szám 300 ezerre csökkent, és a csökkenés folytatódó 2013-ban egy újabb 50 ezer fecskendővel lett kevesebb a hozott gyűjtött injektorok száma. A becserélési arányban ennek megfelelően is egy jelentősebb csökkenés látható, ugye ez a 70% körüli becserélési arány, ami ott 2010-12 között volt jellemző, ez 58%-ra csökkent 2013-ban. Igen, és ha megnézzük az egy kliensre, vagy az egy kontaktra jutó fecskendőknek a számát, akkor 2011-ben még 187 fecskendő jutott egy kliensnek egy évben. Ez a szám, ez aztán az azt követő két évben csökkenést mutatott, ugye 122 fecskendő per kliens per év, és aztán 2013-ban 92 fecskendő per kliens per év volt ez a mutató. Ugyanakkor, hogy ez a programok által elért kliensek számával ugye van elosztva, hogyha azt nézzük, hogy mennyi lehet a rejtett intravénás populáció nagysága, mekkora lehet, hány idő él, hát egy becslés létezik még 2009-ből, ez az 5700 fő, ez egy elég régi adat, de hogyha ezzel osztjuk el a kiosztott fecskendők számát, akkor ez a 76 fecskendő per becsült intravénás fogyasztó per év mutató látható. Ugye ez a kapcsolódó WHO, UNODC, UNAIDS mutatók szerint, vagy
útmutató szerint ez egy alacsony lefedettségnek minősíthető. Egy mondatot arról, hogy honnan szerzik be a tűcsere szervezetek az eszközeiket. Ugye 425 ezer darab fecskendőről gyűjtöttünk információt a tavalyi évben. A jelentős száma, több mint a fele, 55% az minisztériumi vagy önkormányzati pályázatból kerül beszerzésre, amit a szakma tűdepónak hív egy szóval. Itt jelentősebb a nemzetközi pályázatok által fedezett fecskendők száma is elérte a 30%-ot, és megnéztük a kollégával, hogy ez azt megelőző évekre is igaz volt. Végezetül a tűcserékről, hogy milyen szolgáltatások voltak elérhetők ezeknél az alacsony küszöbű szervezeteknél. Ugye mindenhol elérhető volt a tanácsadás a biztonságos injektálásról, egyfajta ugye szóbeli counselinget jelent, az alkoholos törlőkendők, az óvszer, a vitamin voltak a legjellemzőbb szolgáltatások, de azért a HIV HCV szűrővizsgálat is elérhető volt a szervezetek nagy részénél, és hát aztán kisebb arányban pedig a filter, vagy a vénakrém, vagy az írott szóróanyagok említhetők. Beszéljünk egy pillanatot, vagy egy kicsit a kezelési adatokról. Ugye ezek a drogambulanciáknak és az addiktológiai, pszichiátriai ellátóhelyeknek az adatai. Azért azt látjuk, hogy az opiátokkal, vagy heroinnal összefüggő kezelési igények azért 2010 óta jelentősen csökkentek ebben a mondjuk 4 évben. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben viszonylag kevesebb opiáttal összefüggő, egy opiát fogyasztó lép be. Ezek az új belépők, az új eseteket jelentik. Na most az opiát szubstitúciónál azért elmondható, hogy ezek az adatok nem tükrözik igazán a valóságot, mert hogy ők hosszabb ideje kezelésben lévő kliensek. Olyannyira, hogy hát itt az opiát szubstitúcióban ezt a kliensek adatait láthatják, ugye 2013-ban 12 szolgáltató jelentett számunkra, illetve az Országos Addiktológiai Centrum számára kapcsolódó adatokat. Egy mondat a kliensekről, itt a 75%-uk férfi volt, 25%-uk nő. Az átlag életkor 35 év volt, detoxikációs célú, opiát szubstitúciós kezelésben, fenntartó kezelésben 37,4 év. Tehát ezek nem a fiatal szerhasználók, mögöttük már egy hosszabb heroin használó karrier áll. A kezelés hossza pedig, ahogy mondtam, itt már mintegy 4 év körül alakult. Az éves számokat tekintve 786 klienst jelentettek a szolgáltató 2013-ra. Itt a kezelés többsége, kezelés nagy része a szubstitúciós célú kezelés. Itt elvétve hallunk detoxifikációs célzott opiát szubstitúciót. Trendekről azt lehet mondani, hogy egy évben olyan 6-800 kliens vesz részt metadon vagy Suboxon programban, 90%-uk inkább fenntartó kezelésben vesz részt, 3/4-ük metadont kap. Na most ez az ábra egy picit csalóka, mert 2011-től egy új adatgyűjtés került bevezetésre, itt már jobban szűrjük a kettős számba vételt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy annyira nem tévedünk nagyot, hogyha ez a 6-800 kliens gondolunk az elmúlt mondjuk 4-5 évben, aki részt vett opiát szubstitúciós kezelésben. És hát egy fejlemény még itt 2014 elejéről, hogy a Suboxonnak a finanszírozása az kedvezően alakult, itt már a 24 mg-os dózis is elérhető a kliensek számára. Bemutatta itt a görög kolléga és a román kolléga is ezt az útmutatót, ami az ECDC-nek és az európai, a fertőző betegségekkel foglalkozó európai ügynökségnek és a drogmonitorozó ügynökségnek a közös kiadványa, ami
a fertőző betegségek megelőzése és kontrollja az intravénás szánasztálók körében, ami számba veszi ezeket az intézkedéseket, javasolt intézkedéseket. Ezeket a fókuszpont is lefordította magyarra, tehát elérhető az önök számára is, nyomtatásban is, meg a honlapunkon is. Láthatják, hogy milyen területek azokat, melyek azok a területek, amelyeket a kiadvány lefed. És hát még egy kis önreklám a végére, hogy a 2013-as éves jelentésünkben mindazok az adatok, amiket hát elmondtam, sokkal részletesebben is elérhetők az éves jelentésben, és hát ahogy Péter említette, 10 éves a drogfókuszpont, ennek alkalmából készítettünk egy a 10 éves helyzetet összefoglaló, átfogó jellegű trendeket bemutató kiadványt, amit szintén elérnek a honlapunkon. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.